Szerelmes párnak hitte az egyik szemtanú bándikatát, a brutálisan meggyilkolt pécsi pszichológus nőt és későbbi feltételezett gyilkosát. Ezt mondta ma a bíróság előtt. Kriminálpszichológussal elemeztettük a vádlott személyiségét, viselkedését. Vég József szerint Péntek László nagyon tudatos és megfontolt a bíróságon. Korábban már 6,5 évet ült, így mindezzel már azoknak üzen, akik közé majd a börtönben kerülhet. Hidegfejű, nyugodt, készül a börtön büntetésére, arra, hogy menő legyen a börtönben. Egy szociopata, ez a kriminálpszichológus zanzásított véleménye Péntek Lászlóról. A bándikata megölésével vádolt férfi pere ma folytatódott. Nem sokára a szakértővel elemezzük a gyilkos személyiségét, előbb azonban nézzük, mi történt ma a tárgyalóteremben. Tanul, és fölkelt, hogy egyet-kettő cippancson a cigarettájából, utána nézett a hölgy után, aki bekanyarodott a Vöröskereszt utcába. Ezt követően egy olyan 20-30 másodperc múlva egy ilyen sikítást hallott. Ne csináljátok! A már megszokott rezzenéstelen arc. Így hallgatta végig a bírótól Péntek László azoknak a tanúknak a vallomását, akik külön kérték, hogy a vádlott menjen ki, amíg ők beszélnek. Ezúttal olyan tanúkat szólított a bíróság, akik ott voltak azon a születésnapi partin, ahonnan Bándikata hazaindult a tragikus július 8-ai hajnalon. És olyanokat, akik látták őt és a gyilkosát aznap. Mindannyian azt kérték, tegyük őket felismerhetetlenné. Viszonylag ilyen, nem tudom, hogy váligérő haja lehetett, ahogy azt láttam a hosszúságából, ahogy felfelé, A vádlott vallomásával több ponton is ellentmondtak a tanúk egybehangzó állításai. Így volt ez tegnap is, amikor Péntek László azt mondta, már a gyilkosság előtt ismerte Bándikatát, sőt, ötször randevúztak és csókolóztak is. Az elhunyt lány barátai ennek éppen az ellenkezőjét állították. Tegnap még a vádlott anyja is azt mondta, hogy fia nem mond igazat. Még egy nagyon fontos jellemzője van a pszichopátás karakter embereknek, minden új helyzetre új szabályt gyárt, amelyel indokolni tudja maga számára legalábbis, hogy miért teszi azt, amit tesz. A kriminálpszichológus kockáról kockára megnézte a tárgyaláson készült felvételeket, és az egyetlen börtöninterjút, amelyet a gyilkos a forró nyomonnak adott. A szakember szerint minden mozdulata és szava árulkodik. Utána bizonyosodtam meg arról, amikor a hírekben mondták, hogy megtalálták a holttestét. Akkor mélyült el úgy bennem az a gondolat, hogy úristen, mit csináltam. Akkor kezdtem el úgy magamba fordulni, hogy jöhetett ez, vagy miért nem máshogy oldottam meg a dolgot, vagy valami. Vég József szerint lehetséges, hogy valaki nem fogja fel, hogy megölte áldozatát, csak később tudatosodik benne, viszont ebben az esetben szerinte másról van szó. Az elkövető számára az erőszak alkalmazása, tehát hogy fizikailag bántalmazhat valakit, és kiszolgáltatott helyzetbe tud kényszeríteni valakit, ez a valaki pedig egy nő, ez akár önmagában is szexuális élvezetet növelhető tényező lehetett, vagy magában szexuális élvezetet okozott. Ezek azok a pillanatok, amikor ma is tegnap bevezették a gyilkost a bíróságra. Nyugodtan mozgott. Arcán sem mosoly, sem megbánás nem látszott. Vég József szerint nem véletlenül ilyen a vádlott. Jó, kicsit meg lehet állítani most. Oké. Tehát amikor belép, ugye mindig fontos a nyitány. Mit akarok üzenni magamról, a környezetemnek, akik itt most bent ülnek, meg azoknak, akik nézik, azoknak az elítélteknek, akik majd nézni fogják a felvételt róla. A szakember a börtön hierarchiáról beszél. Arról, hogy Péntek László már most leendő rabtársainak üzen azzal, ahogy viselkedik. A rezzenéstelen arc, a pökhendinek tűnő rövid válaszok, a határozott hang azt üzeni, hogy vezető akar lenni odabent. Úgy mondják ezt a börtön, hogy menő, ő az egyik, aki irányítja azt a részleget, vagy az egész börtön, inkább részleget, amelyben fogva tartják, hogy mi hogyan történjen, ki kivel üzletelhet, mikor mi történjen, kikinek lesz a csicskája, és így tovább. Tehát egy kitüntetett szerepbe jut, nem fogják piszkálni, nem fogják bántani. Mindig azért megkóstolják a menőt is, hogy még mindig ője a rangsorban az első. Börtön már biztos lesz, a kérdés csak, hogy mennyi. A védelem azt szeretné elérni, hogy felindulásból elkövetett emberölés legyen az ítélet, ezért tartja magát a gyilkos ahhoz, hogy ismerték egymást az áldozatával, és csak szerelmi civakodás történt, ami elfajult. Ha nem tudják ezt bizonyítani, akkor Péntek László élete végéig börtönben maradhat. Ám, aki bekanyarodott a Vöröskereszt utcába, ezt követően egy olyan 20-30 másodperc múlva egy ilyen sikítást
hallott, hogy ne csináljátok. A már megszokott rezzenéstelen arc. Így hallgatta végig a bírótól Péntek László azoknak a tanúknak a vallomását, akik külön kérték, hogy a vádlott menjen ki, amíg ők beszélnek. Ezúttal olyan tanúkat szólított a bíróság, akik ott voltak azon a születésnapi partin, ahonnan Bándi Kata hazaindult a tragikus július 8-ai hajnalon. És olyanokat, akik látták őt és a gyilkosát aznap. Mindannyian azt kérték, tegyük őket felismerhetetlenni. Viszonylag ilyen, nem tudom, váligérő haja lehetett, ahogy azt láttam a hosszúságából, ahogy felfelé, A vádlott vallomásával több ponton is ellentmondtak a tanúk egybehangzó állításai. Így volt ez tegnap is, amikor Péntek László azt mondta, már a gyilkosság előtt ismerte Bándi Katát, sőt, ötször randevúztak és csókolóztak is. Az elhunyt lány barátai ennek éppen az ellenkezőjét állították. Tegnap még a vádlott anyja is azt mondta, hogy fia nem mond igazat. Még egy nagyon fontos jellemzője van a pszichopátás karakter embereknek, minden új helyzetre új szabályt gyárt, amelyel indokolni tudja maga számára legalábbis, hogy miért teszi azt, amit tesz. A kriminálpszichológus kockáról kockára megnézte a tárgyaláson készült felvételeket, és az egyetlen börtöninterjút, amelyet a gyilkos a forró nyomonnak adott. A szakember szerint minden mozdulata és szava árulkodik. Utána bizonyosodtam meg arról, amikor hírekben mondták, hogy megtalálták a holttestét. Akkor mélyült el úgy bennem az a gondolat, hogy úristen, mit csináltam. Akkor kezdtem el úgy magamba fordulni, hogy jöhetett ez, vagy miért nem máshogy oldottam meg a dolgot, vagy valami. Vég József szerint lehetséges, hogy valaki nem fogja fel, hogy megölte áldozatát, csak később tudatosodik benne, viszont ebben az esetben szerinte másról van szó. Az elkövető számára az erőszak alkalmazása, tehát hogy fizikailag bántalmazhat valakit, és kiszolgáltatott helyzetet tud kényszeríteni valakit, ez a valaki pedig egy nő, ez akár az önmagában is szexuális élvezetet növelhető tényező lehetett, vagy magában szexuális élvezetet okozott. Ezek azok a pillanatok, amikor ma is tegnap bevezették a gyilkost a bíróságra. Nyugodtan mozgott. Arcán sem mosoly, sem megbánás nem látszott. Vég József szerint nem véletlenül ilyen a vádlott. Jó, kicsit meg lehet állítani most. Oké. Tehát amikor belép, ugye mindig fontos a nyitány. Mit akarok üzenni magamról, a környezetemnek, akik itt most bent ülnek, meg azoknak, akik nézik, azoknak az elítélteknek, akik majd nézni fogják a felvételt róla. A szakember a börtön hierarchiáról beszél. Arról, hogy Péntek László már most leendő rabtársainak ütésnapi partin, ahonnan Bándi Kata hazaindult a tragikus július 8-ai hajnalon. És olyanokat, akik látták őt és a gyilkosát aznap. Mindannyian azt kérték, tegyük őket felismerhetetlenni. Viszonylag ilyen, nem tudom, váligérő haja lehetett, ahogy azt láttam a hosszúságából, ahogy felfelé, A vádlott vallomásával több ponton is ellentmondtak a tanúk egybehangzó állításai. Így volt ez tegnap is, amikor Péntek László azt mondta, már a gyilkosság előtt ismerte Bándi Katát, sőt, ötször randevúztak és csókolóztak is. Az elhunyt lány barátai ennek éppen az ellenkezőjét állították. Tegnap még a vádlott anyja is azt mondta, hogy fia nem mond igazat. Még egy nagyon fontos jellemzője van a pszichopátás karakter embereknek, minden új helyzetre új szabályt gyárt, amelyel indokolni tudja maga számára legalábbis, hogy miért teszi azt, amit tesz. A kriminálpszichológus kockáról kockára megnézte a tárgyaláson készült felvételeket, és az egyetlen börtöninterjút, amelyet a gyilkos a forró nyomonnak adott. A szakember szerint minden mozdulata és szava árulkodik. Utána bizonyosodtam meg arról, amikor hírekben mondták, hogy megtalálták a holttestét. Akkor mélyült el úgy bennem az a gondolat, hogy úristen, mit csináltam. Akkor kezdtem el úgy magamba fordulni, hogy jöhetett ez, vagy miért nem máshogy oldottam meg a dolgot, vagy valami. Vég József szerint lehetséges, hogy valaki nem fogja fel, hogy megölte áldozatát, csak később tudatosodik benne, viszont ebben az esetben szerinte másról van szó. Az elkövető számára az erőszak alkalmazása, tehát hogy fizikailag bántalmazhat valakit, és kiszolgáltatott helyzetet tud kényszeríteni valakit, ez a valaki pedig egy nő, ez akár az önmagában is szexuális élvezetet növelhető tényező lehetett, vagy magában szexuális élvezetet okozott. Ezek azok a pillanatok, amikor ma is tegnap bevezették a gyilkost a bíróságra. Nyugodtan mozgott. Arcán sem mosoly, sem megbánás nem látszott. Vég József szerint nem véletlenül ilyen a vádlott. Jó, kicsit meg lehet állítani most. Oké. Tehát amikor belép, ugye mindig fontos a nyitány.
mit akarok üzenni magamról a környezetemnek, akik itt most bent ülnek, azoknak, akik nézik, azoknak az elítélteknek, akik majd nézni fogják a felvételt róla. A szakember a börtön hierarchiáról beszél. Arról, hogy Péntek László már most leendő rabtársainak üzen azzal, ahogy viselkedik. A rezzenéstelen arc, a pökhendinek tűnő rövid válaszok, a határozott hang azt üzeni, hogy vezető akar lenni odabent. Úgy mondják ezt a börtön, hogy menő, ő az egyik, aki irányítja azt a részleget, vagy az egész börtön. Inkább részleget, amelyben fogva tartják, hogy mi hogyan történjen, ki kivel üzletelhet, mikor mi történjen, kikinek lesz a csicskája, és így tovább. Tehát egy kitüntetett szerepbe jut, nem fogják piszkálni, nem fogják bántani, mindig azért megkóstolják.